Hazai környezetben startolt az idei versenyszezon a haladás VSS súlyemelői számára. Az idényt a Vasvár megye bajnoksággal kezdték a tehetséges korosztályos sportolók, majd a Tóth Géza emlékversennyel és a Szavária kupával folytatódott az erőfelmérők sorozata. Ezeken a versenyeken 200 érmet szereztek a fiatalok, folytatnák ezt az eredményességet. Heti több edzéssel készülnek a Rohonczi úti súlyemelő teremben, hiszen hamarosan újabb erőpróba vár a fiatalokra. Az országos bajnokságon többen nagy dobásra készülnek. Április 14-én Budapesten lesz az iskolás országos bajnokság. Ez most a fiataloknak ad otthon, tehát gyakorlatilag a 12 és 19 éves kor közötti gyerekeket szólítjuk itt meg, és hát izgatottan várom, és mondom már itt a gyerekeknek is, hogy úgy néz ki, hogy dupla dobogó lesz a verseny. Én versenyeztem annó dupla dobogó, meglátjuk, hogy hogy fogják élvezni ezt a gyerekek, nyilván egy érdekes szituáció lesz, kíváncsian várom. Márkus Erzsébet és Ligeti Ferenc a budapesti versenyen felmérheti, hogy tanítványaik hol állnak az erősorrendben, valamint ezen a versenyen a legjobbak elnyerik az iskolások országos bajnoka címet. Ez a rendezvény abból a tekintetből is fontos állomás lesz, hogy a válogatott edzők testközelből figyelhetik meg a versenyzőket. A Szombathelyi Egyesület népes delegációval készül a fővárosba, és több érmes helyezésben is reménykednek. A darabos testvérek mellett Molnár Kinga is nagy dobásra készül a szezon során, így Budapesten is.